Szia! Szia! Kérlek, mutatkozzál be, és meséld el, hogy hogyan lettél színész. Giacomello Roberto vagyok. És az egész úgy kezdődött, hogy hát nagyon vissza kell menjek a gyerekkorban. Gyerekkorban, amikor az első találkozásom a színházzal. Édesapám amatőr színészként fellépett a helyi társulatnál, Sepp-Szentgyörgyi vagyok, és elmentem megnézni őt. Azt hiszem, ott kezdődik, ott van a csíra, ott onnan indul. És akkor ez úgy ott volt az életemben, ez a színház, mint műfaj, mint foglalkozás. De hát ezt így gyerekként nem lett eldöntve, hogy én akkor most színész szeretnék lenni, vagy érted, nem. Hanem úgy a késő kamaszkorban kristályosodott ki, és akkor lett eldöntve igazából, hogy akkor én ezt megpróbálnám. És így történt az utam a színház fele, és akkor felvételiztem, fölvettek, és színész lettem. Kávé. Jaj. Ez ravasz vagy. Hát igen, ez a szenvedélyem, ez most alakult ki egy pár éve. Igen, arról sokat lehet mesélni. Hát az úgy történt röviden, hogy abstinens lettem, és akkor kellett valamit keresnem helyette. Ugye a kávé szeretete, imádata az előtt is megvolt, de hogy nem annyira finomult ki, mint annak előtte. És akkor elkezdtem illogatni, és azt hiszem az, amit számítható, és nagyon fontos számomra, hogy minőségi kávét fogyasszak, az amikor ellátogattam Rómába, és ott megkóstoltam az espresszót, akkor döbbentünk rá, mert nem egyedül voltam, hanem a kedves Veres Berci kollégával, és akkor úgy megkérdeztük így egymástól, soha nem felejtem, hogy eddig mit ittunk? Tehát, hogyha ez a kávé, akkor eddig... Na és elkezdtem ezzel foglalkozni, vettem egy profi gépet, és akkor most ez tölti ki a függőség dobozát, vagy hogy magyarázzam. Tehát tehát igazából az egyik függőségemet fölcseréltem egy másik függőségre, és kb. Ennyi. Ja, bocs. Hány kávét iszol meg egy nap? Hát ez attól függ, hogy milyen a... Hát az fontos leszögezni, hogy én pici kávékat iszom, de ristrettókat fogyasztom. És hát olyan napi 8-10 ristretto belefér. De van, amikor jobb a hangulat, csak akkor olyan 12-13 is becsúszik. Hát így kb. Ez a... Elég nyíltan beszélsz a függőségedről, abszinenciáról, a depresszióról. Esetleg ez, hogyha nem túl kényes téma számodra, akkor honnan jött a törés? Hát elég hosszú történet ez.
Hát azt nem mondanám, hogy én egy ilyen alkoholfüggő lettem volna, de hogy az abszkerencia előtt eléggé belefutottam. Inkább azt mondanám, hogy ilyen nagyivó lehettem én. Tehát, hogy így ez a nagyivó. Tehát voltak periódusok, amikor így, főleg amikor nem volt munka, akkor belefutottam az alkoholba, és minden évben tartottam abstinenciákat, tehát hogy így, hogy 3 hónapig nem ittam semmit. Na már ez az a lépcsőfok, amikor így figyelem a környezetemet, főleg az én generációmban, de már fiatalabb generációkban is veszem észre ezeket a dolgokat, hogy jönnek ezek az abstinenciák, és egy ilyen abstinencia alatt döntöttem el, hogy akkor mi lenne, ha 2 évig nem innék, hogy no alkohol. És, de ez nem volt így konkrét eldöntve, hanem csak úgy gondolatban megszületett. És akkor az volt, hogy járt le az abstinenciám határideje, és akkor gondoltam, hogy legyen úgy, hogyha én akkor, mikor lejár az abstinenciám, ha iszom, akkor folytatódik, és ha nem, akkor 2 évig nincs alkohol. És akkor kb. Ez történt, hogy megérkezett az időpont, és akkor úgy történt, hogy nem ittam. És reggel felkeltem, szemben néztem a tükörre, mondom, na, Jacko, 2 évig nem iszol. És akkor jött a depresszió, ami eléggé megviselt. Hála az Istennek, most jól vagyok, egészséges vagyok, és annyira megtetszett ez az abstinencia, hogy 2 év miután lejárt, akár a fogadalmamat teljesítettem, de hogy nem kívántam többet az alkoholt. És akkor így nekem megtetszett ez az állapot igazából. Aztán meddig tart, azt nem tudom, de hogy egyelőre tetszik, és nem kívánom az alkoholt, az biztos. De na, ennyi kb. Ez a történet. És fedett ez valamit benned, valamilyen érzést, vagy elnyomott az, amikor akár ittál, vagy amikor nem ittál, akkor miben volt más lelkileg, emberileg? Hát ugye most próbálom megfejteni ezt, hogy mi történhetett, hogy én miért, hogy sodródtam bele az alkoholba, de hát valahol a főiskolán kezdődött, aztán meg utána Temesváron folytatódott, de hát így normálisan ittam, tehát nem volt ez probléma. Tehát a munkámat tudtam végezni, nem szólt bele a munkámba, és egyszerűen idővel majd, tehát ahogy így teltek az idők, ugye az alkoholból is egyre több kell, gondolom itt csúszhattam én meg, de azért figyeltem magamat, hogy nehogy véletlenül is alkoholizmusba csusszanjak bele. És amikor elérkezett egy ilyen kritikus pont, akkor született meg ez a gondolat, hogy akkor jót tenne nekem egy ilyen komolyabb szünet, és gondolom így történt. De hogy igen, hogy ha nem figyelsz oda, könnyen átbillelhet a mérleg nyelve az alkoholizmus fele. És ugye különösen veszélyes 40 és 45 között. Tehát ez azt mondja, utána sokat próbáltam, tehát utána olvastam ennek az egész történetnek, és azt mondják a szakemberek, hogy az alkohol a legsúnyibb, mert az úgy mondjuk olyan
25-től 45-ig ihatsz nyugodtan, nem történik semmi. Utána, hogyha folytatódik, és nagyobb mennyiség, akkor egy elég menthetetlen helyzetbe kerülhetsz. Tehát, hogy ez értsd úgy, hogy elvonókúra, stb. Ennek is vannak fokozatai az alkoholizmusnak. Most azt nem sorolom fel, de röviden ennyi, hogy belecsúszhatsz nagyon könnyen. Ha nem figyelsz oda, akkor nagyon könnyen belecsúszhatsz, és onnan már nagyon nehéz visszajönni. Ez a lényeg. Én még nem tartottam ott, hogy én úgy gondolom, mert hogyha minden évben meg tudtam csinálni ezt a 3 hónap abstinenciát, akkor gondolom, hogy nem lehetett az annyira veszélyes. Térjünk át egy picit pozitívabb témára. Az irodalom, amennyiben jól tudom, elég nagy szerepet játszik az életedben. Nagyon sok izgalmas könyvet olvasol. Ez nem igaz. Vagyis, hogy érdeklődésem van bizonyos témák fele, de hogy nem közel se olvasok olyan sokat, amennyit kéne. Hát így sajnos ez van. Igen. Kortárs oroszok, amire gondolok. Hát őket már rég olvastam sajnos, a kortárs oroszokat. Most vettem meg az új Pelevin, de még nem sikerült. Még csak úgy bele-bele olvastam, de hogy még nem került sorra. De megvan. Igen, hát valahol ott kezdődött a szép irodalommal nekem a kortárs oroszok. Hát persze, annak előtte is olvastam szép irodalmat, de hogy annyira nem határozta meg az életemet. Na, de ők aztán nagyon... Hát, ott is van többféle... izgalmas történet. Nem tudom, hogy miről beszéljek, de röviden ennyi, hogy igen, jó, igen, erről nem tudom, mit meséljek, nem tudom, mit meséljek. Vannak kedvenc szerzőim, azokat követem, aztán jönnek be újak, mindenféle, hát így érdekel minden terület, társadalomtudományok, főleg most arról olvasok, akkor, mikor megtörtént a betegségem, akkor arról olvastam, az volt az érdeklődési köröm. Tehát ugye érdekel még egy csomó minden. Már nem vagyok az a fiatal, aki a színházban látja a megváltás pillanatát, hanem úgy előjöttek régebbi dolgaim, amit még kamaszkoromban ugye ott elkezdődtek, és igen, fizika, földrajz, ezek még örök témák az életemben, és hogy igen, ez is. Hát, hagyjuk abba. Nem, de, nem. De ez is, egy picit zavarban vagy? Nem tudom, de hogy olyan... Úgy makogok, mekegek, hogy na, igen, jó, mondjad a kérdést. Hát térjünk vissza egy picit a színházhoz, jó. Hogy milyen fajta a színházat szeretsz nézni, csinálni? Hú. Ami éppen van. És azt minél a legjobban megcsinálni. Itt tartok most. Tehát van egy feladat, és azt a lehető legjobban megcsinálni. És hogyha ez van partner, akkor az a legjobb. Tehát nincsenek ilyen nagy színház megváltó. Persze nyitott vagyok az újdonságra, és érdekelnek ezek a dolgok,
Most vettem részt egy projektbe itt a Pulzárton, ami arról szólt, hogy kocsmaszínház, de egy valahogy, ha jól emlékszem, a Loop színház, ami arról szólt, hogy több helyszínen ismétlődnek a jelenetek. Vannak ilyen 10 perces jelenetek, amit, ahogy véget ért, kezded el előről. És a közönség jön, megnéz egy jelenetet, megy a következő helyszíne, ott is megnéz egyet, és ezt így másfél óráig kellett ismételni. Tehát ezt hogy kb. 9-szer, 10-szer játsszuk le a... De ha ezt most összeadod, akkor nem jön ki a másfél, hogy igen, kijön, ugye? 9-szer azt hiszem, 9-szer kellett megismételni a jelenetet. Hát az érdekes tapasztalat volt. Tehát persze érdekelnek ezek a alternatív, de mi az alternatív? Tehát, hogy itt ez, emlékszem, hogy Temesváron voltam színész, és Árkosi Árpáddal dolgoztunk, és a román társulatnál volt egy bemutató, azt hiszem Beatrix, nem tudom a rendezőnek a nevét, a Bleoncnak a felesége, Beatrix Bleonc, akkor menő rendezőcske volt, rendező volt, és rendezett egy darabot, amit megnéztünk, és Árkosi elképedve mondta, hogy hát itt ez teljesen, ez Magyarországon alternatív kategória. Tehát ugye a román színház nem ismer ilyen kifejezéseket, hogy alternatív, teatro alternatív, tehát hogy ők náluk ez a határ összemosódik. Míg a magyar színháznál ez egy külön kategória, hogy alternatív színház, legjobb alternatív. Mi az, hogy mihez képest alternatív? A kőszínházhoz képest? Miért a kőszínház nem csinálhat alternatív előadást? Tehát, hogy érted? Tehát, hogy ez... Na, és akkor ez innen... Jó színház érdekel. A jó színház. Mert igaza van az, aki azt mondta nekem egyszer valamikor régen, hogy van jó színház, rossz színház. Jó színházat is lehet jól, vagyis na, operettet is lehet jól csinálni, és lehet rosszul csinálni. Művészszínházat is lehet jól csinálni, lehet rosszul csinálni. Tehát, hogy honnan nézzük ezeket a értékeket, vagy milyen értékrendszerint, vagy milyen esztétika szerint, vagy hogy, nem tudom. De ez van az, ami mikor kijössz és megszédülsz olyan színház, az, ami igazán részt veszel benne, vagy... Valamivel távozol onnan, tehát, hogy így. És a hatása alatt vagy. Most már hol tartunk? Mert azt se tudom, hol tartunk. Na jó. Csíkszeredal? Hát, most éppen nézd meg, ilyen sötét szürke. És marad még sokáig. Hát igen, beköszönt a szép téli időszak. Mondjuk nem egy ilyen videót akartam én, hogy itt mindenről így. Egy rövidet akartam. Mennyi az idő? Van még. Van még idő? Na, akkor... Megtaláltad a helyed itt Csíkban? Valamelyest igen, úgy gondolom. De jól érzem magam Csíkban. Néha elkívánkozok, hát gondolom mindenki, akkor elmegyek egyet. Tehát gondolom sehol nem, ez akár lehet bárhol, Temesváron, Vásárhelyen, Csíkszeredán, Szentgyörgyön, akárhol, de az ember elkívánkozik mindig. Megy Moszkvába. El kéne menni Moszkvába. Milyen jó ott Moszkvába. Na, de jó, ennyi röviden. Jó. Köszönjük szépen, Gyakó. Júj.